Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! <kül> és hát természetesen egy genelio készültem, mert hogy frissítek egyet rajta, és akkor már is láthatjátok, hogy mi minden tud. Szóval ez valóban egy, azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőségeket tartalmazó kis eszköz, amit hát ennyi időben azt gondolom, hogy elég nehéz bemutatni, de azért megpróbálkozom vele. Mielőtt rátérnénk, ja, először gyorsan elmondom azt, hogy, hogy mire számíthatok. Tehát, hogy először egy pár szót elmondok arról, hogy hol érdemes használni és hol nem az oktatásban, és aztán utána pedig belépek a fiókomba, és akkor megmutatom, hogy mit is tud a felület. Akik már használták, azoknak biztos lesz olyan, ami, amit már ismernek, úgyhogy tőlük elnézést kérek. Én úgy gondoltam, hogy ez, ez most egy olyan webinárium lesz, ami amilyen teljesen gyakorlati, tehát hogy alapból megpróbálok majd minél több eszközt lépésről lépésre megmutatni nektek, hogy hogyan is használjuk. Na, hát szóval zseniális lehetőségek vannak, azt hiszem előttünk a, a Ginélival. -E és amint láthatjátok, ez most egy egyszerű diavetítés, szóval olyan, mint egy PowerPoint, de azért egy kicsit más lesz majd. Hát, hogy mire, el, először is azzal kezdeném, hogy mire nem jó a Genéli, hát nem jó szummatív értékeléshez, és hát formatívhoz is csak kerülőutakkal, illetve nincsenek benne osztálytermi funkciók. Tehát aki abban reménykedik, hogy majd mondjuk ki tud adni a gyerekeknek feladatot a Geniali felületén, és akkor erről kap majd visszajelzést, azt sajnos el kell, hogy szomorítsam, hogy erre nem jó. Egyébként folyamatosan fejlesztik, tehát lesznek majd benne új funkciók, de egyelőre ilyenre biztos, hogy nem használhatjuk. Hát akkor mégis mire jó? Hát én azt gondolom, hogy nagyon jó motivációs lehetőség. Egyrészt azért, mert még új is, tehát hogy valószínűleg sokan még nem ismerik, mondjuk annyira, már mint a diákjaink, mondjuk annyira, mint a tankockákat, és ha azt már mondjuk megunták, akkor, akkor meg lehet próbálni ezt az eszközt is. Nagyon jó gyakorláshoz, tehát valóban sokféle feladattípust be lehet vinni erre a felületre, nagyon jó látványos prezentációkat lehet készíteni a segítségével, beágyazható, amit létrehoz, létrehozunk rajta, tehát honlapokra is nagyon jól be lehet ágyazni, és hát fejlesztheti a kreativitást, mert hogy közösen is lehet munkálkodni az egyes genélikon. Hogy miért is jó, illetve hát én miért szeretem, mondjuk ez egy kicsit egy ilyen személyes gyűjtés. Hát egyrészt interaktív, tehát az mindenképpen jó, hogy a felület interaktív, szerintem látványos, a sablonok segítségével viszonylag könnyen használható, mondjuk nem feltétlen biztos, hogy annyira könnyen, mint mondjuk egy kahút sablont, hogyha kitöltünk, vagy akár egy, egy tankocka sablon, de azért meg lehet birkózni vele szerintem. Változatos lehetőségeket ad számunkra, és én azt gondolom, hogy egy nagyon igényes dizájnnal van dolgunk, mert hogy profi dizájnerek vannak a háttérben, akik csinálják ezeket a sablonokat, de erről majd még fogok beszélni. Összegyűjtöttem hasznos helyeket, amit hamarosan megosztok majd veletek, illetve hát tulajdonképpen ezt a, a, a prezentációt is megosztom veletek a következő dián. Itt az első majd, ugye itt, hát itt egyelőre még csak lapozgattam, azt láthattátok, de hogyha ráviszem itt az egeremet, akkor... Látható, hogy élő linkek vannak itt, tehát, hogyha itt ezt megkattintjátok, akkor a GeneLenek a hivatalos YouTube-csatornáját éritek majd el. Sajnos magyarul nem tud. Angolul, franciául és spanyolul van egyébként maga a felvétel. Itt ezen a csatornán természetesen a legtöbb dolog angolul van. Aztán itt van a hivatalos Facebook oldaluk és van egy Genially felhasználói csoportunk a Facebookon, ami nagyon rohamosan növekszik, és azt gondolom, hogy aki használja a Facebookot, mindenképpen érdemes belépnie, mert hogy nagyon gyorsan tudunk egymásnak segíteni. Illetve, amiért én még nagyon büszke vagyok erre a csoportra, hogy nekem több ilyen szakmai csoportom is van, illetve hát ahol Részt veszek akár moderátorként, akár adminként. És Ez az első olyan csoport, ahol nagyon-nagyon ahol jól működik végre a megosztás. Tehát a kollégák úgy teszik föl azokat a létrehozott tartalmakat, hogy más is tudja őket szerkeszteni. Erről majd még fogok beszélni, hogy hogyan is kell feltenni úgy, hogy szerkeszthető legyen. Ez egyelőre csak a magyar csoportnak a sajátossága, ugyan, sajátossága, ugyanis a többi csoportban ugyan megosztanak egymással tartalmat a kollégák, de nem szerkeszthető módon, és hát az nyilván nem, nem olyan jó, vagy hát persze az is jó, hogyha felhasználhatjuk a másnak a tartalmát, de az még jobb, hogyha mi magunk tovább szerkeszthetjük és testre tudjuk szabni, illetve a saját diákjaink igényei alapján át tudjuk alakítani. És aztán egy folyamatosan bővülő oktató videó gyűjteményt találok majd az utolsó linken, és Hát még nincs vége, hanem én köszönöm a figyelmeteket ezzel a, a diával, illetve kiteszem egy kicsit uh, ezt a, az utolsó diát. Uh, ez, uh, hát itt láthatjátok a, az URL-t is, ez a tinyurl.com per DTH uh, itt találjátok meg ezt a uh, diasort, illetve ide tettem a QR kódot is, hogyha valaki ha egy eszköz, akkor még néhány másodpercig, amíg beszélek, addig itt hagyom, úgyhogy be lehet olvasni, és ugyan ide juttok el, tehát az élő linkeket ki tudjátok majd próbálni. Jó, de hogyha valakinek nem sikerült leírni, vagy egyelőre nem tudta beolvasni a QR kódot, akkor lehetőségem lesz majd a végén is. A, a Jenny Lének, Kétféle használati lehetőség van. Az egyik az, hogy ingyenesen használjuk. Nyilván alapból azt gondolom, hogy ezt érdemes mindenkinek kipróbálni, hogy egyáltalán láthassa azt, hogy mennyire érdemes ezt számára használni. És én most be is lépek a fiókomba. Azt gondolom, hogy ezt mindenki meg tudja majd tenni, tehát hogy most a, a regisztrációt azt nem mutatnám be, szerintem az mindenkinek menni fog. Hogyha ingyenesen regisztráltok egy fiókat, akkor ezt láthatjátok, vagy hát majdnem ezt, ez a három összeállítás nincs itt, de egyébként maga a felület ugye ilyen lesz számotokra is. És hát itt jobb oldalt megjelenik, hogy ez egy ingyenes verzió. Nekem azért is van egy ingyenes verzióm, hogy mindig meg tudjam nézni azt, hogy biztosan működik-e az ingyenes ingyenes verzióval is az, amit, amit, szeretnék a kollégáknak megmutatni. És aztán majd a vége felé beszélek a fizetési lehetőségekről, ha valakinek felkeltette a figyelmét ez az eszköz. <kül> szóval, hogy mi mindent tudunk csinálni, azt úgy tudjuk áttekinteni, hogyha rákattintunk itt a Készítsünk egy Genialit című menüpontra, <kül> és hát ugyan hát amint mondtam, a felület egyelőre magyar, angolul van, tehát egyelőre nem érhető el magyarul, de azt gondolom, hogy viszonylag jól áttekinthető. Bármelyik menüpontot, ha megkattintjuk, akkor baloldalt újra uh, láthatjuk ezeket a menüpontokat, és tovább válogathatunk. Én most gyorsan elmondom azt, hogy, uh, hogy mi mindent uh, lehet uh, a Gene-i felületén létrehozni, uh, és akkor ezek közül majd uh, néhány eszközt fogok uh, bemutatni részletesen is. Hát ugye az első nyilván a prezentációk, uh, prezentációkat lehet vele létrehozni, ami nem sokkal uh, különösebb, mint, uh, mint mondjuk a, a PowerPoint, vagy akár a, a Google diák, hanem ami jó benne mégis, az az, hogy vannak nekünk, tehát kapunk itt rögtön olyan sablonokat, amiket csak fel kell töltenünk tartalommal, és már is egy viszonylag jól kinéző prezentációt kaphatunk. Tehát, hogyha nem akarunk nagyon a dizájnnal foglalkozni, akkor érdemes kipróbálni ezt. Aztán rögtön azt is elmondom, hogy minden egyes menüpontban hogy ne kelljen állandóan belefutnunk abba, hogy jaj, ez milyen jó lett volna, de hát ez sajnos prémium kategóriás, tehát az ingyenes verzióban nem érhető el. Egyébként az a csillaggal jelöltek azok. Itt rögtön szűrhetünk is, tehát hogyha itt bekattintom azt, hogy free, akkor onnantól ezeket a, a prezentációs sablonokat már biztos, hogy mindegyiket használhatom, mindenféle korlátozás nélkül. Jó, a következő, azt gondolom, hogy ez számunkra nem annyira részletes, nem annyira fontos, mert hogy... Tanárként ezt a, ezeket a lehetőségeket nem valószínű, hogy nagyon kell használnunk, de hát akit érdekel majd megnézi. Úgyhogy én inkább részletesebben azt mondanám, ahol ami nekünk fontos lehet tanárként. Hát és ez a, a Learning Experience nevezetű menüpont, amit hát talán úgy lehet fordítani hogy tanulási tapasztalat, bár nem hangzik nagyon jól magyarul, minden esetre, amint láthatjátok, itt kétféle lehetőség van, a kihívások, illetve a didaktikai egységek, és itt is bekattintom most azt, hogy ingyenes. Amint láthatjátok, azért az ingyenesben is jó sok van, úgyhogy itt majd fogok megmutatni néhányat. És a következő, amiről még szeretnék beszélni mindenképpen, ez a játékosítás menüpont. Háromféle játékosítási, vagyis hát három csoportba szervezték itt a, a játékosításhoz kapcsolódó sablonokat. Az első az, hát mondjuk, úgyhogy esemény kat kattintásra uh, című sablonok, amikor, hogyha valamit, uh, hogyha kattintunk, akkor valami esemény fog történni. Ezek gyak gyakran ugye olyanok, amint láthatjátok ezt, a, amin olyan van, hogy flip, vagy pedig egy ilyen kis uh, uh, nyilacska, ezek csupán egy olyan eseményt mutatnak, illetve hát olyan animációt mutatnak, vagy jelentenek, hogy megfordul a kártya, tehát egy egész, egész egyszerű animáció. Ezt itt ki is próbálhatjuk, tehát az összes sablonnál lesz megnézhetjük. Ugye, ha rákattintunk, akkor megfordul a kártya, hát ez ennyit tud, tehát nem olyan nagyon-nagyon sok. A következő, ami már sokkal izgalmasabb, és hát itt látjátok is, hogy azért szerencsére elég sok van az ingyenes verzióban is, ezek maguk a játékok, ezek olyan interaktív játéksablonok, amiket hogyha kitöltünk, akkor nagyon-nagyon egyszerűen egy viszonylag látványos és, és könnyen használható játékot uh, tudunk létrehozni. Ezek között van olyan játék, ami, ami mondjuk olyan, hogy uh, kvíz jellegű, tehát uh, válaszolni kell kérdésekre, és akkor úgy jut tovább a diák, de vannak ilyen hagyományos uh, uh, táblajátékok is, mondjuk ez a kettő, például ez egy liba játék, uh, ahol nagyon egyszerűen uh, annyit kell csak tennünk, hogy itt vannak ezek a kis uh, figurák, uh, Remélem, hogy oké, okay, most már jó lesz. Igen, itt vannak ezek a kis figurák, ezeket lehet uh, húzogatni, és ugyanúgy lehet vele lépkedni, mint egy hagyományos uh, társasjátékkal, aztán uh, ezzel a uh, kis uh, dobókockával tudunk dobni, és hogyha rámegyünk egy uh, valamilyen uh, uh, mezőre, akkor itt uh, megnézhetjük, hogy mi, mi a... Az a mező, hát itt csak meglepetés, de ezeket testre tudjuk szabni, tehát ide bele tudunk írni bármiféle szöveget, vagy bármiféle feladatot be tudunk tenni. Jó, tehát ezek itt a, a játékok, és a harmadik, ami talán még ennél is izgalmasabb, és azt hiszem, hogy most ez a leg, legdivatosabb játékfajta, ami legalábbis a mi csoportunkban nagyon menő, ezek a szabadulószobák. Amint láthatjátok, összesen ötféle szabadulószoba sablon van, amit az ingyenes verzióval lehet használni, és ezekről majd még fogok beszélni, tehát ezeknek a segítségével viszonylag egyszerűen nagyon látványos és izgalmas szabaduló szovákat tudunk létrehozni. Aztán a következő menüpont az interaktív képek ezek nagyon hasonlóak másfajta interaktív képeket tartalmazó applikációkhoz. Tehát van a kép, és annak bizonyos részeit interaktívvá tudjuk tenni. Úgyhogy erről nagyon nem is fog beszélni, mert hogy ez egészen egyértelmű, és nem hoz igazából mást, mint egy másik fajta alkalmazás. Aztán vannak itt függőleges, illetve viszintes, itt éppen a viszintes, tehát viszintes és függőleges infografikák, nagyon látványos infografikákat lehet létrehozni a segítségével, idővonalakat, diagramokat, listákat, illetve térképeket, és az ingyenes verzióban is van viszonylag sok, úgyhogy ezt is érdemes megnézni. Aztán van még lehetőségünk útmutató készítésére, videós prezentáció készítésére, aztán különféle személyes márkaépítéshez használható dolgokat lehet létrehozni. Aztán közösségi médiához ad sablonokat, például hogyha megnézitek itt van lehetőség arra, hogy a Facebookra és vagy a Twitterre Fejléceket készítsetek. Ilyesmi, tehát itt is elég sok minden van. És akkor van az utolsó menüpont, ami viszont szintén érdekes, ez az üres létrehozása, tehát ezzel lehet üres sablonokat létrehozni, amikor, illetve hát üres uh, generéket létrehozni, hogyha nem akarunk uh, egy sablonból, egy sablonhoz igazodni, akkor érdemes ezt használnunk. Itt be tudjuk állítani egyébként a méretét magának a vászonnak, illetve vannak már előre uh, méretezett, üres tartalmú lehetőségek, akár prezentációban, vagy infografikában, viszintes, függőleges, stb. 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 Tehát itt, itt, látható. Na, hát körülbelül ezek azok, amit tudnak, vagyis hát amit tud a felület, tehát elég, eléggé sok mindent. És akkor rögtön megmutatnám azt, előkészítettem én itt kettőt, csak hogy lássátok, hogy mennyire, mennyire, egyszerűen lehet. Tehát kiválasztottam mondjuk ezt a, a sablont, amit hogyha megnyitok, akkor mindjárt fogjátok látni. Tehát, hogyha bármilyen sablont, ha megnyitok, akkor igazából ezt látjátok, hogy betöltődik egy, egy szerkesztőfelület, remélhetőleg, igen, ahol én bármit át tudok alakítani. Itt ugye ez egy függőleges infografika, és Amin ö, minden üres, tehát hogy ott vannak a, a grafikus elemek, azonban ö, a szövegek ö, ide vannak írva, amiket ugye mi meg tudunk változtatni. Tehát én itt egyszerűen csak belekattintok, és bármit ö, át tudok írni. Aztán ezeket az elemeket is ide-oda tudom helyezgetni. Ugye látom, hogy látjátok, hogy nagyon sok szerkesztési segédvonal van, tehát nagyon jól középre lehet rakni, meg, meg mindent, mindent, bárhova tudok rakni. Tehát abszolút minden mozog, illetve ha bármire nincs szükségem, akkor egy gomnyomással ezt teljesen ki tudom törölni. Akár mondjuk, hogyha olyan grafika van, ami nekem nem kell, mindent tudok törölni, illetve meg tudok változtatni is. Tehát ha azt mondom, hogy például ezt a hátteret meg akarom változtatni, akkor csak egyszerűen rákattintok ide, és kiválasztok a már felajánlott lehetőségek közül, és már is megváltoztatja azt a hátteret, ami, ami ott volt. És itt van az új háttér. Tehát, hogy nagyon-nagyon egyszerűen bármit meg lehet változtatni. Ezt a, a sablont használtam föl, visszamegyek, készítettem belőle egy, egy olyan kis interaktív plakátot, amit most majd fogok használni is, illetve valamennyit fogok belőle használni. Mindenre biztos nem lesz idő de majd ezt is megosztom veletek, tehát aki, akit érdekel, az meg tudja nézni. Ugyanis, hogyha ha itt ugye látjátok, hogy az előbbi sablont alakítottam át, hogyha erre a gombra kattintok, akkor meg tudom nézni az előnézeti képet, hogy hogy fog kinézni, itt tehát hasznos oldalakat gyűjtöttem össze, itt egy iframe generátort, ami, hogyha ráviszem itt az egeret az info szóra, akkor láthatom, hogy, hogy milyen tartalmat rejt, tehát segítségével beágyazható iframe kód hozható létre bármilyen online tartalomból, ez majd később lesz számunkra fontos, majd ki fog derülni, illetve ezt a link rövidítőt, amit már használtam a TinyURL, és egy QR kód generátort tettem ide, Eh, aminek szintén, a, tehát hogyha rákattintunk, akkor ugye az megnyílik egy új oldalom, eh, amit szintén felhasználtam eh, ennél az előadásnak, ennél az előadás elkészítésénél, illetve eh, a, még egy szép YouTube nevezetű oldalt, eh, ami szintén hasznos lehet. Jó, tehát eh, így néz ki maga a, az interaktív eh, eh, amit létrehoztam, és tényleg nagyon gyorsan, tehát ezt egy, -egy 5-6 perc alatt létre lehetett hozni. Hát tulajdonképpen annyi idő volt, csak amíg beírtam a tartalmakat, illetve a Ctrl-C, Ctrl-V-nek az idő ideje volt. Jó, na, és akkor uh, uh, ezekből kilépek, és... Először azt gondolom, hogy az, üres, az üreset egy üresnek a létrehozásával szeretnék nektek, szeretném nektek megmutatni az alap lehetőségeket. Jó, tehát akkor most kiválasztok egy teljesen üres oldalt. és ezt az üres oldalt fogom feltel, feltölteni különböző tartalmakkal, illetve hát ezt fogom gyorsan elmondani, hogy milyen lehetőségek vannak. Valószínűsíthető, hogy ugye nem csak egy diára lesz szükségem, akkor erre két lehetőségem van. Az egyik az, hogy itt másolom, tehát hogyha már valamit mondjuk már beállítottam volna, de most be is állítom. Mondjuk beállítom a hátteret, és azt akarom, hogy az összesnél ugyanolyan legyen majd a háttér. Akkor azt mondom, hogy most én kiválasztom ezt a hátteret, jó, ez nekem jó lesz. És akkor, hogyha itt arra kattintok, hogy minden diára ezt alkalmazza, akkor ezzel a gombbal lehet ezt majd elérni. Természetesen, hogyha utólag rakom be a diát, arra nem fogja alkalmazni. Tehát, hogyha én most ide rakok egyet, az egyelőre teljesen üres lesz majd. Itt lehet kiválasztani egyébként, hogy milyen diát akarok betenni. Én itt most ugye egy üres diát szeretnék, de egyébként ezekből a, a diákból tudok választani, illetve az egyes a már meglévő generális diákból is tudok bármelyikből bármilyen diát betenni. Tehát például azt mondom, hogy én nekem tetszett valamelyik, valamelyik diának a háttere, mondjuk ez az óceános, akkor kiválaszthatom ennek az óceános diá, ebből az óceános diasorból kiválasztatok egy tetszőleges diát, mondjuk én most itt ezt fogom kiválasztani, és hozzáteszem, és akkor látjuk, hogy már ott is van. Jó, van lehetőségem ugye a, a másolásra, amit már mondtam, most akkor másolok is egyet, és akkor láthatjuk, hogy ez ugyanúgy néz ki, ugyanazzal a háttérrel van itt. Jó, és akkor, hogy miket tudok én rátenni az egyes diákra, azt gyorsan megmutatom. Hát lehetőségünk van természetesen szövegeket betenni, nagyon sokféle szöve, típussal, mondjuk itt most kiválasztok egyet, akkor azt mondom, hogy ez lesz itt a cím, és akkor ide bármiféle alcímet tudok betenni, stb. De hogyha nekem erre nincs szükségem, akkor ugyanúgy tudom törölni, mint ahogy az a PowerPoint-nál is van. Jó, hogyha mégsem tetszik ez a betűtípus, akkor egyszerűen kijelölöm, és kiválasztok egy másik betűtípust. Nagyon-nagyon sok látványos betűtípus. Érhető el. Ami hátrány, hogy természetesen a mi szép magyar ékezetes betűinket nem mindegyik tudja kezelni, úgyhogy a, a, a hosszú ű, illetve a hosszú Ő betűknél lehetnek problémák, azokat nem, nem minden betűtípus tudja kezelni. Oké. Okay. Aztán tehát itt beszúrok egy szöveget, természetesen bármit átírhatok rajta, törölhetek, stb. Ez bárhova el tudom tenni, aztán uh, tudom animálni, például, uh, hát itt vannak az animációs lehetőségek, mondjuk kiválasztom ezt az animációt, meg tudom változtatni a gyorsaságát az animációnak rengeteg rengeteg dolgot, az összeset most nem fogom megmutatni. Jó, és aztán ami még fontos számunkra, és ez, ezt már a szerkesztésnek a legelején fontosnak tartom nektek elmondani, hogy ahhoz, hogy, hogy tudjunk tovább menni ezekben a, a ezekben a diasorokban, az, ahhoz ugyanúgy be kell linkelnünk a diákat, mint a, mint a powerpoint -nál. Én itt ugye most már létrehoztam három oldalt, még gyorsan egy párat másolok, hogy majd itt lehessen linkelgetni. És akkor visszamegyek. És azt mondom, hogy ez a, ez a dia, hogyha majd ide kattint a diák, akkor vezessen rá a második diára. Ehhez ide rá kell kattintanunk erre a bal kis kéz ikonra. És négy lehetőségünk van. Ezek közül azt mondom, hogy én most a Menjen a valamelyik oldalra címűt választom. Kiválasztom, hogy hova, hát ez lesz itt ugye a kettes, és akkor elmentem, és már is be van linkelve. Ki is próbálhatom, ugye, hogyha rámegyek a szemre. Mondjuk most az lesz a neve, hogy próba. És akkor láthatjuk, hogy itt lehet lapozni, itt is a diasorban. Ezt majd mindjárt megmutatom, hogy, hogy, hogy nem mindig van itt ez a lapozó. Itt most egyelőre ott van a lapozó, de attól függetlenül, hogyha én ide kattintok, mert hogy, hogyha itt látunk egy ilyen jobb felső sarokban egy elemet, akkor egy ilyen kezet, akkor hogyha arra rákattint a diák, akkor ö, ö, láthatja azt, hogy mik az interaktív elemek ezen a dián. Tehát ez mindig, hogyha van interaktív elem a dián, akkor ez itt elérhető. Hogyha nincs, akkor természetesen nem. Jó, és akkor látjuk, hogy ez az elem az elérhető, tehát hogyha valaki ugye nem tudja, hogy hova kattintson, akkor ha erre kattint, akkor rögtön az összes interaktív elem ö, láthatóvá válik. Jó, és akkor rákattintok, és látom, hogy tényleg így is, így is tovább megy a kettes diára. Egyelőre megyünk tovább, és még vissza fogunk térni erre a funkcióra, a továbbításnak a lehetőségeire. A második diára, a második menüpontból fogok majd valamit szúrni, ez egy kép beszúrása. A következő lehetőségeink vannak, akár feltölthetünk a saját gépünkről egy bármilyen képet, mondjuk én most itt egy képet fogok beszúrni, teljesen mindegy, hogy mi lesz egyébként az iskolánknak a képe, vagyis igen, igen. És akkor azt mondom, hogy ezt a képet ide beszúrtam, kisebbre vettem, tehát ugyanazokat a dolgokat meg tudom vele tenni, mint amit, mint amit eddig már mutattam. Aztán be tudok linkelni is képet, tehát egy link segítségével is beírleztetek bármiféle képet, illetve van egy csomó ingyen elérhető kép. Itt nagyon fontos azt tudnunk, hogy ezek, hogyha innen használjuk, akkor egész biztos, hogy jogtisztán használjuk őket. Tehát például ugye beépített Pixabay-es kereső van, tehát hogyha én itt mondjuk bele akarom, akarok egy iskolát betenni, akkor ugye ha beírom azt, hogy school, akkor már is meg fogja meg fogja keresni azokat a képeket, amik iskolával kapcsolatosak, és biztos, hogy jogtisztán használhatom őket. Mondjuk akkor legyen ez, kiválasztom ezt a képet, és már is itt van benne. Jó, tehát itt ez egy nagyon jó lehetőség, hogy, hogy egész biztos, hogy jogtiszta képeket tudunk használni, hogyha a belső keresőt használjuk. Oké, akkor beszúrtam egy képet. Megyek tovább a harmadik diára. És azt mondom, hogy a harmadik dián már ugye eleve itt van valami, ami, hogyha nekem nem kell, akkor egyszerűen csak letörlöm, és akkor már is látom, hogy teljesen üres lesz a, a dián. És itt a különféle lehetőségeket tudok beszúrni, például ikonokat, aztán formákat. Nagyon jó lehetőség a grafikonoknak a beszúrása. Ezek, ezek is nagyon látványos grafikonok, amit, hogyha itt ugye látjuk, hogy át tudunk bármit írni, és már is meg, meg fog változni a grafikonnak a képe. Tehát ez akár így változtatgathatjuk a grafikon által megjelenített adatokat, illetve még, hogyha egy bármi. Akár Excel dokumentumból, akár bármiféle táblázatból, hogyha ide másolunk adatokat, akkor azt is képes értelmezni a rendszer, és ide be tudja tenni, akár át is tudjuk alakítani másféle típusokra, illetve hát rengeteg félét be tudunk még szúrni. Jó, ezt mondjuk ez most nekem nem kell, úgyhogy törlöm hanem inkább mutatom, hogy még mik vannak. Itt vannak nagyon jó illusztrációk, tehát olyan előre elkészített elemek, amelyek ehhez a, tehát amelyeket a, a Genially készített, tehát hogy egy olyan design, ami, ami hogyha egy diasoron belül, vagy egy prezentáción, vagy egy játékon belül ugyanezeket használjuk, akkor ugye látjuk, hogy Illenek egymáshoz ezek a, az illusztrációk. Jó, ezek is természetesen kereshetők, aztán itt, itt is különféle uh, ilyen uh, uh, grafikai elemek vannak, amik uh, mondjuk mozognak is, tehát ilyen, uh, ilyen, ilyen elemeket is be lehet húzni. Ezeket uh, tetszőleges sorrendbe lehet rakni, tehát például, ha azt akarom, hogy az egyik eltakarja a másikat, akkor nagyon egyszerűen csak ide kell mennem, itt fönt van ez a réteg ikon, és ezzel megcserélhetem ezeknek a sorrendjét, tehát már is látjátok, hogy mögé raktam, és ez természetesen bármilyen elemmel megtehető, tehát tetszés szerint csoportosíthatók az egyes elemek. Jó, tehát ezek voltak itt, tulajdonképpen a, a vizuális lehetőségek, és akkor megyek a következőre. <kül> Jó, itt, itt mondjuk ezt a hátteret, itt is hagyom, és a következő az interaktív elemek lesznek. Tehát itt vannak ilyen előre beállított interaktív elemek, például, ha azt akarom, hogy visszavigyen az első diára, akkor ráhúzhatom mondjuk ezt az elemet, Akár meg is nagyíthatom, ha akarom, megváltoztathatom a színét. Jó, és hát természetesen, hogyha készen vagyok vele, akkor most belinkelhetem. Tehát azt mondom, hogy ez legyen ugye a home ikonom, akkor vigyem vissza az első diára, akkor ide megyek, hogy go to page, és kiválasztom az első diát, és már is rávisz az első diára, amit ugye kipróbálhatok. Igen, és tényleg visszavitt az első diára, tehát működik. Az ilyen belinkeléseket mindig célszerű kipróbálni itt a preview lehetőséggel. Aztán ugye vannak ilyen feliratos nyomógombok, a feliratot is átírhatjuk természetesen, akár otthonra, vagy a menüt normális magyar menüre, tehát hogy übetüre. És akkor már is menü van, és nem pedig az angol szó. Jó, hát, és itt van rengeteg ilyen lehetőség, amit rá tudunk rakni. Például számokat is akár, tehát ezzel például ilyen nyomógombokat lehet létrehozni, ez mondjuk a szabaduló lehet fontos. Illetve még egy nagyon jó lehetőség, amit itt megmutatok majd most ezzel a felirattal. Itt most azt írom, hogy ez lesz egy láthatatlan nyomógomb. Láthatatlan nyomógombot úgy hozok létre, hogy van itt egy ilyen láthatatlan terület című dolog, amit hogyha idehúzok, akkor egy ilyen világos színű, hát világos lila láthatatlan hely jön létre, amit most akkor teszek, mint maga ez a felirat, hogy láthatatlan nyomógomb, és amint látjátok, ezt is be lehet linkelni. Azt mondom, hogy a láthatatlan nyomógomb majd vezessen mondjuk a második diára, akkor azt mondom, hogy ezt, ezt linkelem be. Oké, okay. és megnézem, hogy hogy működik. Ugye most egy picit azért lehet látni, tehát most még nem láthatatlan, de hogyha rákattintok a preview-ra, akkor azt látom, hogy nem látok ott semmit, tehát nincs ott semmiféle megkülönböztető dolog. Viszont, hogyha rámegyek itt az interaktív elemek mutatására, akkor már is mutatja, hogy itt kettő dolog interaktív jelenleg. Ugye ezt nem linkeltem be, úgyhogy ezek nem interaktívak, ezt már belinkeltem, és a láthatatlan nyomógombot is belinkeltem. Tehát, hogyha erre kattintok, akkor tényleg ö, olyan, mintha egy láthatatlan nyomogom segítségével jutottam volna vissza a második diára. Oké, okay, ez lesz, ö, azt hiszem, hogy itt a legfontosabb dolgokat elmondtam. És akkor a következő dián, ö, a következő menüpont, ez a, a, a Smart Blocks nevezetű, itt mindenféle ö, szintén ilyen okos blokkokat lehet betenni, tehát például... Ö, itt is mindenféle táblázatokat, grafikonokat, és ilyesmiket lehet betenni. Ezt erre most így külön nem szeretnék rátérni, de itt is, itt is egy csomó lehetőség van. Hanem inkább a következőt szeretném megmutatni egy picit részletesebben, mert ez lehet viszonylag fontos. Ehhez most egy üres diát fogok majd használni, és sőt nem is egyet, hanem rögtön egy párat másolok is belőle, mert hogy? mindenféle érdekességet fogok beágyazni, ugyanis itt nagyon sok jó dolgot be lehet tenni az egyes diákra, mégpedig a következő módon. Tehát, ha rákattintok az insertre, akkor a következő lehetőségeim vannak. Rögtön látom, hogy ha az elsőre rámegyek, akkor azt mutatja, hogy sajnos ez csak a prémium verzióban érhető el, tehát az, hogy föltesszünk egy bármiféle hangfájt a gépünkről, maximum 15 megabyte méretben, az az ingyenesen sajnos nem érhető el. Viszont az ingyenesben is elérhető az, hogy valamit felveszünk, tehát például hanganyagot fel tudok venni, nagyon-nagyon egyszerűen, nekem most nem fog működni, ugyanis a, ugye a, a Teams használja a mikrofonomat, de hogyha rákattintok erre, hogy uh, uh, hanganyag felvétele, akkor, uh, akkor de mégiscsak engedélyezi, akkor úgy látszik, hogy most uh, működik. Uh, a böngészőn belül kell egyébként engedélyezni, hogy uh, fölvehesse a hangunkat a, uh, a, rendszer, úgyhogy most amit beszélek, az itt elvileg uh, meg fog majd jelenni, és akkor leállítom, már is uh, ott van, és be, beágyazta ezt a hangfájt ide, amit ugye automatikusan is le tud játszani. Itt a következő lehetőségeink vannak: hogyha ezt itt átkapcsolom, akkor automatikusan lejátsza, és ami még fontos lehet, hogyha nem akarom azt, hogy lássa a diák ezt a nyomógombot, akkor el kell rejtenem. Magát a, az audio, tehát a lejátszót magát. Úgyhogy ha ezt a kettőt így betettem, akkor az fog történni, hogy amikor a diák erre a, a, a szlájdra megy, akkor automatikusan hallhatja azt, amit én itt elmondtam, és nem látja egyébként magát a lejátszót. Jó, és hát lehetőségünk van különféle helyekről, ezekről a helyekről, akár a Spotify-ról, akár a Soundcloud-ról, vagy a YouTube-ról zenéket, meg még ezekről zenéket beszúrni. Azt egész egyszerűen csak egy linkel. Tehát, hogyha ide rákattintok, akkor elvileg egy link linkel be lehet ide. Tehát, hogy ezek. Ezektől a szolgáltatóktól, hogyha egy linket ide szúrok, akkor azt automatikusan ide teszi. Mondjuk, hát igazából teljesen mindegy, hogy mi, de most mondjuk akkor itt beteszek ide bármit is. Jó. Hát mondjuk egy webináriumnak a linkjét. Kimásoltam. És ide teszem. És már is látjuk, hogy megjelent a beágyazott tartalom. És ha ugye rámegyek ide a previewra, akkor már is látom, hogy a háttérben elindul az, amit én mondok. Tehát például mondhatom azt a diáknak, hogy itt szóbeli utasítással mondok neki valamit, hogy mit nézzen meg, vagy mire figyeljen a videó megtekintése alatt, és akkor itt meg tudja nézni magát a videót. Hogyha azt szeretném, hogy, hogy ne, be, ne legyenek benne reklámok, akkor uh, itt uh, az elején már mondtam nektek, hogy valamit ide készítettem, úgyhogy rögtön azt meg is mutatom. Ez a Save YouTube nevezetű uh, hely. Ugye most a vágólapomon van még uh, maga az a link. Uh, hogyha ide uh, beillesztem a linket, és legenerálok róla egy uh, linket, akkor uh, uh, ezt a... a, a ezt a kódot be tudom illeszteni, a, hát illetve a legegyszerűbb az, hogyha mondjuk ezt. Tehát ezt itt most másolom, és beillesztem ide a, a diára. Igen, és akkor azt láthatom, hogy ugyanúgy megjelenik a, a lejátszható, tartalom. Kicsit meg nagyobbítom, igen. Viszont nem lesznek ott a, a YouTube-nak a, a reklámjai. Tehát hogyha megnézi a diák Ez ezt a, 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 nem videót, a videót, és lehet, videót. Igen, közben Még. itt elkezdett beszélni. Na, szóval akkor itt, uh, itt uh, rámegy, akkor, uh, akkor megnézheti itt magát a videót és nem lesz benne a uh, az a, a, nem lesznek benne a reklámok, jó? De ezt egyébként beágyazással is meg lehet csinálni, azt majd fogom mutatni, mert hogy az lesz most a következő lehetőség. Itt is ugyanígy a videókat, ugye ezt már megmutattam, hogy hogy lehet beágyazni, és itt van a, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ezeket itt most le is szedem, törlöm, itt lehetőségünk van, iFrame kódoknak a beágyazásával, bármiféle egyéb helyről interaktív tartalmakat rátenni a diára. Mondjuk például, hogyha egy tankockát szeretnék rátenni a diára, akkor itt a tankockának a beágyazási kódját másolom. Ezt most már be is zárhatom, és ide bemásolom ezt a kódot. És az inzertre kattintva már is megjelenik az interaktív tankocka a genially ban és látom, hogy meg is lehet oldani. Tehát valóban teljesen interaktív, nem kell a diáknak máshova elmenni, tehát bármit itt be tudok ágyazni ezen a felületen, akár például egy, hát bármi olyat, amit, aminek iframe kódja van. Uh, és akkor azt uh, mutatnám meg a következő dián, majd, hogy uh, hogy is lehet uh, létrehozni ilyen iframe kódot. Nagyon sok uh, uh, dolognak van, uh, automatikusan iframe kódja, tehát például a tankockáknak, vagy mondjuk egy, egy word játéknak, itt, hogyha a beágyazásra kattintotok, akkor itt ezt a, a kódot, ezt az iframe kódot kell kimásolni, és ezt oda beszúrni, és akkor már is ott van az élő tartalom. De hogyha valami olyan dolgot akartok használni, aminek nincs ilyen, ilyen beágyazási lehetősége, akkor a, ezzel az iFrame generátorral lehet létrehozni nagyon-nagyon egyszerűen. Például azt mondom, hogy az az előbbi videó, ami itt, az bocsánat, már nincs rajta nincs már rajta a vágólapon, úgyhogy akkor kiválasztok egy, egy más, teljesen mindegy, hogy mi. Tehát mondjuk Mondjuk, ami itt lesz. <kül> Tehát, hogyha azt szeretném, hogy mondjuk itt a gyerek napokról egy videót szeretnék átalakítani ilyenné, akkor egész egyszerűen ide bemásolom ezt a, a, a linket, meg tudom nézni, hogy hogy fog kinézni ez itt most a YouTube-bal úgy tűnik, hogy nem működik, pont, jó. Akkor a YouTube-bal nem mutatom meg, ezt nem próbáltam ki, de ez nem működik. De egyébként, tehát, hogy, mert hogy valószínűleg azért, mert hogy a YouTube-nak ugye van, van, saját olyanja, ami, amit Uh, aminek van uh, iframe kódja, de akkor megpróbálok egy másikat megmutatni. Uh, itt uh, rögtön azt is mondom, hogy, hogy mi ez, amit, uh, amit ide teszek. Uh, a csoportunkban uh, Pál Alexandra uh, kolléganőnek van uh, sok nagyon jó gyűjteménye, ezt tudom nektek ajánlani, uh, amik, uh, ahol ő összegyűjtött uh, ilyen uh, mindenféle genialikat, és mondjuk ezt az oldalt uh, megpróbálom én egy iframe-mi uh, konvertálni. Remélem, hogy ez működni fog, nem biztos, de lehet. Azért, hogy lássátok. Hát úgy tűnik, hogy ez sem, akkor most itt pont nem jókat választottam. Na jó, akkor ezt most mutatom meg, mert hogy valószínűleg azért, mert ugye az is, az is annak is van saját beillesztési lehetősége. De ha aminek nincsen, az lehet minden esetre ezzel az iframe generátorral. Egyébként amit egy, egy um, videót uh, videóval uh, próbáltam ki, a, amit az első uh, prezentáció, amit mutattam, azon a kis uh, geniális uh, videó, az ilyen iframe-es beágyazással készült, tehát hogy működik uh, az egész biztos, csak most pont olyanokat választottam, amit nem, és ezt pedig nem készítettem elő, úgyhogy elengedem ezt a kérdést. Uh, jó, tehát a, az a lényeg, hogy itt uh, ugye az iframe-et, ha, ha be, uh, beágyazzuk, akkor, uh, akkor már is itt van a tartalom. Jó, aztán a háttér, az arról már ugye beszéltem, és hát az oldalak közötti navigációt pedig már láttátok, úgyhogy azt hiszem, hogy ez így most egyelőre elég is volt. Uh, Gyorsan azt mutatnám még meg, hogy, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy, hogy hogyan navigálhatnak a, a, nézőink. Ugye azt már mondtam nektek, hogy ha simán így van, akkor, akkor itt oldalt megjelennek a kis navigáló gombok, de lehetőségem van arra is, hogy másképp navigálja, navigáltassam végig a, a nézőket a diasoromon, és ezt a következő helyen lehet elérni. Hogyha itt kattintok erre a kis uh, um, fogaskerékre, akkor uh, uh, itt vannak lehetőségeink. Például uh, beállíthatjuk azt, hogy, uh, hogy mutassa az, a, az interaktív. Uh, gombot, vagy nem utassa, aztán, hogy az elemeket lehessen mozgatni, vagy ne lehessen mozgatni, illetve van egy nagyon jó lehetőség, de ez csak a fizetősben, ja nem, akkor nem csak a fizetősben, úgy emlékeztem, de akkor nem csak, lehet rajzolni is a Genely-re. Itt most ezeket itt beállítottam, oké, okay. és... Jó, és akkor, hogyha itt a navigációra kattintok, akkor a standard navigáció az az, hogy ugye jobb oldalt és bal oldalt megjelennek a továbbító elemek. Aztán, ha videó, akkor videóként is elmenthetem, ez körülbelül olyan, mint amikor egy, egy PowerPoint-os prezentációból videót készítek, tehát ezt körülbelül úgy kell elképzelnünk, és ez a harmadik, ez a legizgalmasabb, ez a microsite nevezetű, hogyha ezt a microsite-ot választom ki, ugye most kiválasztottam, akkor rákattintok a, a megnézésre, és akkor rögtön láthatom azt, hogy nem tud navigálni a diák, tehát hogyha én azt akarom, hogy csak bizonyos dolgokat, hogyha megoldott, mondjuk feladatokat, csak akkor juthat tovább, akkor ezt a microsite módot kell választanom, ugye akkor itt most tovább tud menni, de egyébként máshogy nem. Ugye most itt például nincsen semmi belinkelve, ezért itt nem tudna tovább menni. Jó, ehhez nagyon fontos, hogy a microsite módot akkor használjuk, amikor, vagyis hát akkor használjuk, hogyha minden diára tettünk valamilyen továbbító elemet. Azt mondom, hogy én most ezt szeretném használni, tehát nem azt a sima lapozgatást, hanem ezt a microsite-ot, ami jobban néz ki. Akkor ezt úgy tudom megtenni, ugye az elsőnél be van linkelve, nincs gond. A másodiknál például belinkelem a harmadik diát, akkor azt mondom, hogy rámegyek itt, menjen a harmadik diára, oké, belinkeltem, innentől fogva már is oda megy. Mondjuk a következőnél azt mondom, hogy nem a képet akarom belinkelni, hanem egy interaktív elemet teszek, például mondjuk itt a tovább gombot, ráteszem ide a tovább gombot, és ezt a tovább gombot fogom belinkelni a következő diára, a negyedik diára, ami... Mondjuk ez. Ugye láthatjátok, én most csak így össze-vissza nem neveztem el a diákat, de amikor sok diáról, sok diával akarjuk ezt megcsinálni, akkor célszerű őket beszámozni, vagy hát úgy elnevezni őket, hogy egyértelmű legyen, hogy melyik-melyik. Hogy ez nagyon egyszerűen megy, tehát itt bármelyiket át tudjuk egyszerűen nevezni. Azt mondom, ez lesz itt az egyes. Ez lesz itt a kettes, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt utólag is ö, bármit meg tudunk csinálni, utólag is bármit tudunk változtatni. Jó, ö, hát azt hiszem, hogy ezek voltak így a, a, a legfontosabbak, és amikor megvan, tehát akkor mondjuk ez most így elkészült, ez a diasor, és ha minden megvan, akkor erre rákattintok. Amikor ö, Hogyha ingyenes verziót használok, akkor nyilván ezeket itt nem tudom használni. Tehát publikusaink lesz, publikusak lesznek a, a, az elkészített anyagaink. Az azt jelenti, hogy megtalálják őket elvileg a keresők. Mondjuk szerintem a magyarral nem annyira virkoznak meg, de elvileg igen. Még egy fontos dolog, hogy ez a, ez a gomb, tehát ezt hogyha átállítom, hogy újra tehát hogyha ezt átállítom, akkor onnantól fogva újra felhasználható lesz az, amit én létrehoztam, tehát bárki, akinek van fiókja, ő is át tudja alakítani, úgy, hogy az enyém nem fog változni, tehát nem kell attól félnünk, hogy bárki a mi munkánkat megváltoztatja. A mi munkánk nem változik, hanem bekerül egy másolat az ő fiókjába, és ő tud rajta dolgozni, megmutatom, hogy hogy. Mondjuk ezt most én ugye így átalak, átalakíthatóra állítottam, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, készen van, meg tudom itt is nézni, Hogyha prémium verzióm van, akkor le tudom tölteni akár, de az ingyenessel lesz nem, és akkor azt mondom, hogy megosztás. Itt most csak egy lehetőségem van, illetve hát itt ugye tudom másolni tudom beágyazni, tehát magát a tartalmat, amit létrehoztam, ugyanúgy iframe-ként be tudom ágyazni, és ez azt is jelenti ugyebár egyben, hogy az egyes generikat is be lehet ágyazni egymásba. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőségünk van. Elküldhetem e-mailben bárkinek, Megoszthatom közösségi hálózatokon, illetve vannak itt még ilyen egyéb lehetőségeink, hogy például a Google Classroomban is, vagy a Teams-ben is megoszthatjuk, ami azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség. Én most visszamegyek ide a linkre, és azt mondom, hogy jó, akkor én ezt másoltam, oké. Okay. És átmegyek a másik fiókomba, illetve hát a másik böngészőmbe, és itt most megnyitom ezt az elkészített Génélit azt láthatjuk, hogy valóban megjelenik itt egy gomb, ez egyébként nincs mindig, csak akkor, hogyha beállítottam azt, hogy újra felhasználható, és ha én ezt most itt ugye látom, hogy kikészítette, rákattintok az újrafelhasználásra, és már is a másolatát beteszi az én fiókomba, ez nem tart sokáig. Remélem, igen és már is itt van. Tehát innentől fogva ezt a Genialit én magam is szerkesztettem, tehát bármit kitörölhetek belőle, vagy hozzátehetek, mert már az én fiókomban van. Jó, akkor visszamegyek ide, igen. Jó, és akkor innentől fogva ugye el van mentve, tehát nem kell külön mentenem, és ide is van írva, hogy ez egy publikus, úgyhogy akkor visszamegyek a kezdő oldalamra, és látom, hogy itt vannak azok, amiket létrehoztam. Oké, okay. ami még egy jó lehetőség, az az, hogy itt láthatjuk, hogy miket tudunk csinálni vele. Ugye itt tudjuk lejátszani. Aztán uh, itt le tudnánk menteni, de ez ugye az ingyenesben nem opció. Aztán itt tudunk uh, meghívni uh, embereket, tehát például, hogyha azt akarjuk, hogy többen dolgozzanak egy Genial-in, hogy valaki mondjuk tovább szerkeszti, én mondjuk elkezdtem, és, uh, és a diák szerkeszte tovább, akkor ide be kell írni a diáknak az e-mail címét, nyilván csak akkor, hogyha, uh, hogyha van neki is fiókja, tehát hogyha regisztrált és akkor megjelenik az ő, az ő fiókjában is. Amit fontos tudnunk, mármint, hogy kap egy e-mailt, és akkor arra rákattint, és onnantól fogva megjelenik az ő fiókjában is ez a, a amit közösen lehet szerkeszteni. Ami fontos, az az, hogy lehet közösen szerkeszteni, de nem egy időben. Tehát, hogyha valakinél nyitva van, akkor a másik nem dolgozhat rajta. Jó, ez egy, ez egy lényeges különbség a, a, valós idejű közös szerkesztéssel kapcsolatban. Jó, hát azt hiszem, hogy a, a, legfontosabb dolgokat az ingyenes verzióban elmondtam, és akkor mindjárt ránézek a kérdésekre, de még mielőtt rátérnék a, a kérdések megválaszolására, néhány szót mondanék arról, hogy... Hogy, hogy miért ez, érdemes elgondolkozni esetleg azon, hogy az ember előfizet. Nem, ez nem a reklám helye, tehát ez abszolút nem reklám, mert hogy az ingyenes is nagyon jó, de ha valaki mégis hajlandó áldozni rá valamennyit, akkor azt gyorsan megmutatnám, hogy mi az a viszonylag nagy és fontos különbség, ami az ingyenes és az EduPro verzió között van. Tehát itt ugye láthatjátok, hogy ezek itt ugyanazok, <kül> Például a privát linket lehet a segítségével létrehozni, ez nem annyira fontos különbség, de azért igen. Ez egy fontos lehetőség, csak a fizetős verzióban van olyan, hogy PowerPoint fájlokat be lehet importálni, és azokat átalakítja Genialivé. Ezt meg is mutatom majd, illetve nem is majd, hanem most rögtön. Meg is mutatom, hogy hogy néz ki. Például van egy, volt egy olyan prezentáció, minek az volt a címe, hogy a víz az életünkben, és simán teljesen jól át tudja alakítani. A videót az külön kellett beszúrnom, tehát hogy azt nem tudta, de egyébként minden mást teljesen ugyanúgy alakít át, mármint, hogy teljesen ugyanúgy hagy, tehát nem alakít át rajta semmit, hanem, hanem egyszerűen beteszi ebbe a, a szerkezte, szerkeztető verzióba a, a tartalmakat, és ami még nagyon jó, hogy például itt van lehetőség arra is, hogy mondjuk, hogyha egy prezentációt átalakítunk ebbe a formátumba, akkor simán tudunk ráírni is ennek az eszköznek a segítségével. Nyilván mondjuk egy tollal jobban működne, én most egérrel csinálom, de de lehet, szóval ez a lényeg, és aztán utána le lehet törölni. Tehát akár például ezt mondjuk órán is tudjuk használni, hogyha ha szeretnénk, és akkor itt is a videó benne van. Jó, ö, 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 aztán ö, megyek vissza, tehát ez egy azt gondolom, hogy egy elég hasznos lehetőség. Aztán ö, ugye a letöltési lehetőséget látjátok, ö, hogy az is van, tehát JPG-ben, PDF-ben, vagy, vagy offline html is lejátszható formátumban is le lehet tölteni. Aztán itt annyira nincsen különbség, ez nem annyira lényeg, hanem még itt a. a melyiket akartam még? Ja, igen, igen, még talán ezeket, hogy itt a. a hanganyag beszúrása. Jó, tehát, hogy azt láttátok, ugye, hogy az az ingyenes verzióban nincsen, hanem a fizetősben lehet már beszúrni hanganyagokat.